Kellemes jó napot kívánok mindenkinek innen Győrből, a Klub Arena Steel Darts Klubból. Egy jótékonysági versenyről fogunk ma közvetíteni, mégpedig az Együtt Dariusért Darts versenyről, amelyben a legjobb 16-ok küzdelmeig jutottunk el, azért mondom így többes számba, mert ugye ez egy páros verseny, a Citek már legyőzték a Korsómosókat, a Touch Csot legyőzte 2-1-re a Team 26, az Azurokat 2-0-ra a félszerzetek, a BNB Army pedig győzött a Detrick Team fölött 2-0-ra. A Sosem halunk meg és az öttövényi bivajok mérkőzését fogjuk majd itt élőben közvetíteni. Az 501 Killers jó reggelt, a Bakonyiak, a két füstölgő puskacsők ellen és a Trogerek a Never Throw Alone ellen már a nagy teremben játszanak egymás ellen, és nézzük, hogy a srácok megérkeztek-e a táblához. Igen, Aigner Szilárd, Póci, Zoli már ott vannak. Ugye ez egy páros mérkőzés, és a Sose halunk meg csapatát Aigner Szilárd és Ölvedi István alkotják, a másik csapatban pedig az öttevényi bivajoknál Póci Zoltán és Kollár Ákos fognak egymás ellen csatázni. Pénzfeldobással eldöntötték a búrra dobásnak a jogát. Aignel Szilárd fogja a búrra dobást kezdeni. Egy piros bullal kezdi, és nézzük, hogy Póci Zoli mivel válaszol mellette. És így a Sosem halunk meg fogja kezdeni a mérkőzést, és a Sosem halunk megből is Aigner Szilárd kezdi egy egyessel, aztán egy tripla 20-assal, meg még egy 20-assal. Tehát a mai napot 19 páros kezdte meg. Ugye a mai versenynek a célja az, hogy Krisztikének, ugye a pultos lánynak a kutyája megbetegedett, és neki a gyógykezelésére gyűjtünk, és gyakorlatilag ezért hoztuk létre itt a mai napon ezt a versenyt, és 19 páros, azaz 38 fő csapott bele a küzdelmekbe, és most itt a legjobb 16 között csatáznak egymás ellen a srácok és lányok. És ugye ez azért alakult így, ez a bontás, hogy ugye az eredmények egy része már megvan, ugye az előbb itt láttuk az eredményeknél, hogy ugye a fele már megvan, ugye négy csoport volt, abból négy csapat esett ki, és csak négy író csapat volt az előzőekben, és ezért a 16-os táblának a felét már lebonyolítottuk, és a második fele zajlik most egészen konkrétan. Üdvözlök közben mindenkit itt a streamben, jó szórakozást kívánok a mérkőzésekhez. Itt a közvetítésben a legjobb 16 között a Sosem halunk meg, és az öttevényi bivajok összecsapása követhető. Tripla 20 közben Aigner Szilárdtól. Meg egy sima 20-as. Meg még egy tripla 20-as. 140 ponttal 171-re csökkenti a Sosem halunk meg csapatnak a pontjainak a számát. Póci Zoli pedig két 20-assal kezd. 60 pont, és ő már 134-es magas kiszállón. Aigner Szilárd egyelőre nincsen kiszállón. Ezzel a tripla 20-assal már biztos, hogy nagyon közel van hozzá. ponttal 76 pontra mennek le a Sose halunk meg csapat tagjai, azaz Aigner Szilárd és Ölvedi István. Pist is valahol ott van a háttérben, gyakorol 39 pont, nem sikerült túlzottan jó lesz Póci Zolinak, kicsit el is húzta a száját. 20-as, az egy 16-os szeretett volna lenni, két 8-assal lett meg a kerekítés, 40 pontra. Nézzük, hogy Póci Zoli megtréfálja-e a Sose halunk meg csapatát azzal, hogy kipattan 95-ről. Még meg lehet, így most már nem. 32 ponttal 63 pontra megy le, és dupla 20 kellene Aigner Szilárdnak az 1-0-ás leg
vezetéshez. Aj, nincsen meg a dupla 10, Len visszakapja a lehetőséget Póci Zoli, hogy rögtön brékkel kezdjen, hogyha ezt megoldja ezt a 63-at. Egy 11-es megvan belőle. Az egy 5-ös. 27 ponttal teszi le magát 36-ra. Nézzük, hogy a dupla 5-öt megoldja. Szilárd nagyon közel dobta az első nyilat, de nincsen benne. Az pedig sok. Egy dupla 12-es lett. Nézzük, hogy Póci Zoli megoldja-e. Az sajnos fölötte mellette. Aztán a második a 4-esben dupla 16 lehet a megoldás. Nagyon elcsúszott, nem érzi Zoli. Kicsit biztos zavarja a technika. Találat Agner Szilárdnak a részéről. Ezzel 1-0-ra vezet legekben Agner Szilárd, és a következő leget, azaz a másodikat Póci Zoli és az öttevévinyi bivajok csapata fogja játszani. Tehát gyakorlatilag a mai nap folyamán a küzdelmek úgy fognak zajlani, hogy először egy egyéni küzdelem a csapat első számú játékosa az első számú játékos ellen, aztán a második számú játékos a második számú ellen, és hogyha ez nem hozott volna eredményt, akkor egy páros küzdelem jut a végére, és ugye így alakulhat ki a végeredménye a csatának. Egy 20-as közbe Póci Zolitól. Még egy 20-as. És a harmadik is nagyon közel a triplához, de sajnos egyik sem volt benne. Üdvözlök közben mindenkit itt a streamben. Jó szórakozást kívánok a ma délutáni mérkőzésekhez. Tehát itt a 16 között egy mérkőzést, a Sose halunk meg és az öttevényi bivajok mérkőzését, aztán a 8 között még egyet, az elődöntőt és a döntőt fogjuk közvetíteni. 22 közben az öttevényi bivajoktól. Agner Szilárdnak megvan a tripla 20-as, a második a sima 20-asban. 100 ponttal csökkentette a pontjainak a számát, és már is 179 pontra csökkentette a pontszámot, amivel óriási lépést tett abba az irányban, hogy az első szettet a Sose halunk meg csapata nyerje. Az öttevényi bivajok most jelentősen le van maradva, ez sem sikerült jól Szilárdnak, egy tripla 1-es, két 20-as mellette 43-mal azért leteszi magát 136-os magas kiszállóra. Az sajnos elcsúszott az 5-ösbe Zolitól, aztán egy 20-as. Meg egy 1-es, 26 pont. Nézzük, hogy Szilárd végrehajtja ezt a bravúrt és kiszáll 136-ról. Nem fog. Ebben a körben ez biztos. 52-bel azért leteszi magát 84-re, az egy jóval barátságosabb érték, mint az öttevényi bivajok sorában szereplő 284. Két 20-as Zolitól. Harmadik is 20-as. Egy szép szektor biztos, de sajnos ez nem eredményezett kiszállót. Nézzük, hogy Szilárd megoldja-e? Nem fogja ebben a körben. 44 ponttal teszi le magát dupla 20-as kiszállóra. Nézzük, hogy Zolinak meg lesz-e a kiszálló, még egy 20-as kellene hozzá. Az se rossz. 80 ponttal teszi le magát 144-re, és dupla 20 lehet a megoldás. Vagy a dupla 10, nincsen meg, még a dupla 5 is jó lehet. Nincsen találat, bravúr kellene Zoli részéről, hogy az öttevényi bivajok egyenlítsenek legekbe. Egy 20-as megvan, így már nem lesz befejezés ebben a körben, megint egy dupla 20-as. 61 pont, dupla 5 kellene Szilártól. Az első az 5-ösben kell a kerekítő, megvan az 1-es és a dupla 2. Nincsen meg, 83-at kellene Zolinak az egyenlítéshez megoldani. Ki kellene használni, hogy Szilárdnak nem sikerült ez a kör. Egy 14-es, aztán egy 16-os, ez nem túl szerencsés. Kerekítő marad a végére. 32, ez is páros, tehát páratlan érték maradt a végére. 51, dupla 1 Szilárd részéről, az pedig a szomszédos dupla 20-as szektorban. Zolinak újabb lehetőség egy jó kerekítőre és egy kiszállóra utána. A 11-es megvan, és akkor a dupla 20 lehet a befejezés.
Az első fölötte. A második pedig a sajnos az egyesben landolt 39 pontja maradt az öttevényi bivajoknak. Szilárdnak az első nyíl fölötte, a második is fölötte. És a harmadik is fölötte. 39 pont Zolitól. Az egy 16-os, nem túl szerencsés. Sajnos nem látom, pont takarja a toll, vagy 19-es, vagy 3-as. 35 van a táblában, most mondja Tamás, úgyhogy ez egy 19-es volt. 35 ponttal, 4 pontra teszi le magát Zoli. Szilárdnak ott az újabb lehetőség, nincsen találat, elsőre az első egyes szektorba helyezi a nyilat, közben a következő párosításnak a játékosai találat, ezzel kiegyenlít Póci Zoli, örült is neki Kollár Ákos, aki ugye a párját alkotja ebbe az öttövényi bivajok csapatba, Ölvedi István is befutott hátúra, ő pedig ugye Aigner Szilárdnak a párja a Sose halunk meg csapatában. 1-20-as Póci Zolitól. Meg egy 1-es a szomszédban. Meg egy 5-ös, 26 pont. Ez nem volt egy túl jó karika. Nézzünk be közben a nagy terembe, hogy zajlanak-e még az események. Itt már minden mérkőzés befejeződött. Tehát gyakorlatilag már csak a közvetített mérkőzésünk maradt itt, és akkor utána következhetnek a legjobb 8-nak a küzdelmei. Száz pontot dobott közbe Szilárd. Mérkőzésnek az írója Visi Tamás Zsolt, aki vadonatos új mezében pompázik a képernyőn. Elképesztően jól néz ki az a mez. Öt pont közben Aigner Szilárdtól. Ő van lejjebb, de ugye az előző körben is ő érkezett korábban kiszállóra, és mégsem sikerült befejeznie, ki tudott egyenlíteni Póci Zoli. És ezzel Sose halunk meg öttevényi bivajok 1-1 százas közben Szilárdtól, és ezzel már is 134-es magas kiszállóra érkezik meg Szilárd. Póci Zolinak egy 20-as, ügyesen csúsztatja fölfelé azokat a nyilakat, mindig a dupla 20-ba landol, jobb, mint a szimpla. 94 ponttal teszi le magát, 40 pontra Szilárd, ezzel óriási lépést tett a győzelem irányába ebben a szedben, ugye egy dupla 20-szal befejezheti a szettet Aigner Szilárd. Az első még a 20-asban, dupla 10 jó lehet. Találat, és ezzel az első szettet Aigner Szilárd nyerte, és a második szettet ugye majd az öttevényi bivajok fogják kezdeni. Azaz Kollár Ákos és Ölvedi István fog egymás ellen játszani. Ölvedi István a táblánál. Ákos fogja kezdeni a mérkőzést, ezt be is mondta Tamás. Készfogás, és Kollár Ákos fogja az öttevényi bivajok részéről kezdeni majd a következő szettet egy 20-assal, egy 19-essel, és még egy 19-essel, 58 ponttal kezdett Kollár Ákos, és nézzük, hogy Ölvedi István mivel válaszol, egy 20-as, egy tripla 20-as, meg egy 5-ös, 85 ponttal kezd Pisti. Ákosnak az első átcsúszott az egyesbe, aztán egy 20-as,
még egy 20-as 40, egy pont. Egy 20-as Istvántól, még egy 20-as. És egy harmadik 20-as, szektor biztos a 60 pont. Ugye a Sose Halló meg csapata vezet 1-0-ra szettekben, hogyha ezt is ők nyerik meg, azaz Ölvedi István nyerné ezt a csatát, akkor övék a mérkőzés 2-0-ra, hogyha pedig nem Ölvedi István nyeri, hanem Kollár Ákos, akkor egy döntő mérkőzés fog következni, ami egy páros mérkőzés, szintén két nyert legik. 24 közben Ákosnak a részéről. 1-1-es. Aztán az sajnos elcsúszott a hármasba, Ölvedi Pistitől. Aztán javításképpen ott van egy tripla 19-es, és egy jó 61-es érték. 229-en vannak a Sose Halló meg csapat tagjai, és ezzel jelentősen vezetnek az öttevényi Bivajok. Most érkezett meg 277-re, ugye ne feledkezzünk meg róla, hogy ők kezdték ezt a leget. Két nyila Pistának az ötösből lajnolt, 21 pont csak ebben a körben, egy ötös Ákostól, egy 20-as, 44 pont. Nézzük, hogy leteszi-e magát kiszállóra Ölvedi István. Az egyes az nem sokat segít, az az ötös sem, kellene valami nagyobb érték. 26 pont, nincs meg a kiszálló, 182 pontja maradt a Sose Halló meg csapatának. Egy 20-as Ákostól, még egy 20-as nagyon közel a triplához, és a harmadik már benne is van, és ezzel 133 pontra, azaz magas kiszállóra érkezik meg Kollár Ákos előbb, mint a Sose Halló meg csapata mondjuk. Ő is kezdte ezt a leget, de most már Ölvedi Istvánnak is le kellene raknia magát minél alacsonyabb kiszállóra. Egy újabb egyes hint István, aztán egy 19-es. Aztán megvan a tripla 20-as javítás a végére, és ezzel 102-re leteszi magát ő is. Magas kiszállón 133-hoz kellett volna a tripla elsőre, nincsen tripla, nincsen befejezés. 57 pont, és ezzel 76-on Kollár Ákos Ölvedi István 102-re fog majd következni. 1-1-es Ölvedi Istvántól, aztán egy 2-es, és egy 19-es, 22-re teszi le magát 80-ra, 23, akkor ezek szerint 79-el landolt. Egy 20-as, 56 pontja van Ákosnak most, az is egy 20-as, és akkor jöhet a dupla 18, az pedig egy 1-es lett, úgyhogy 35 pontja maradt, most kellene Ölvedi Istvánnak befejezni, egy 19-es megvan belőle, egy 20-as, meg egy dupla 20-as kellene, és akkor minden frankó lenne, de egy 1-est sikerült találnia, utána meg egy dupla 19-est, volt ebbe minden gazdagon, 58 ponttal 21 pontra teszi le magát István, egy 19-es jó az, és akkor a dupla 8, egy sima 8-as lett belőle, dupla 4 még megoldás lehet, nincsen találat, visszakapja a lehetőséget a Sose Halló meg csapata, hogy 1-0-ra alakítsa az állást ebben a szettben. Ugye az első szettet már behúzták maguknak. Azt, ha jól látom, akkor hát de nem jól látom, tehát vagy egy 5-ös, vagy egy 12-es. Azok szerint, ezek szerint, igen, ezek szerint 5-ös volt. 8 pontja maradt Istvánnak, nem biztos, hogy arra oda fog majd tudni állni. Ákosnak egy dupla 4-et kellene találni. Elsőre nincsen meg, másodikra sincsen meg, és harmadikra sincsen meg. Oda-vissza adják a lehetőséget a srácok, most éppen Ölvedi István előtt a lehetőség. Az nem talált, a második nyíl alatta mellette, az pedig a dupla 13-ban még a toll is kipattant, úgyhogy Ákosnak meg kellene oldania, különben bajok lehetnek. Dupla 4 a feladat.
az első mellette. A második a négyesben dupla, kettő lehet a megoldás. Kettő pont marad, ezt már tovább kerekíteni. Nem kell. Nézzük, hogy Ölvedi Pisti megoldja-e a dupla négyet. Első nyírra nem oldja meg. Második nyírra se oldja meg. És aztán egy 13-as. Nincs találat. Srácok most eljátszadoznak a kiszállón meglehetősen hosszasan. Most Ölvedi István következik dupla négyre. Találat, és ezzel 1-0 a mérkőzés állása a sose haló meg részére. Ölvedi István brékelt Kollár Ákos ellen, és még ő is fogja kezdeni a következő leget. Ugye most kellene hoznia a saját legét, és akkor övék lenne a mérkőzés. 70 ponton. Illetve 70 pontot szerzett Ölvedi István. Egy tripla ötös Ákostól, egy 20-as, nem jönnek a magas értékek. 55 pont. Egy 20-as. Még egy 20-as. És levált a 19-esre. 59, nagyon szépen, szektor biztosan. Egy tripla 5-ös Ákostól, egy tripla 1-es, nagyon potyognak azok a szomszédos szektorok, és ugye a tripla 20-asból meg nincsen benne, úgyhogy nem sikerült túl fényesen ez a kör sem Ákosnak. 43 ponttal folytatja Ölvedi István. Ákosnak megvan a tripla 20-as, a második a sima 20-asban. A harmadik pedig az egyesben, 81 ponttal, utol is érte Pistit. Egy 20-as, meg egy tripla 1-es. Az pedig kicsúszott Istvánnak a kezéből, és elment a salakra. Egy 20-as, Ákostól még egy 20-as, és levált a 19-esre, 59 pont szektor biztosan. Most egy kis előnyre tette szert az öttevényi bivajok. Úgyhogy muszáj Pistinek utána iramodnia, dob is egy tripla 19-est, 77 pont. 229 ponton most egy 20-as Ákostól, nincs meg a tripla, az aztán átcsúszott az ötösbe. 30 pont. Egy 5-ös Pistától, aztán egy 20-as. És leváltott volna a 19-esre, nem jött meg, 32 pont, így nem lett meg a kiszálló 197 ponton. Ákos 19-esre rögtön 2, és ott a harmadik is 57 pont, ezzel 181 ponton lejjebb, mint István, de őnek is sem kiszálló. Egy 1-es Istvánnak, meg egy 20-as, 41 pont. És ezzel már 156-os magas kiszánón Ölvedi István Ákosnak két 19-es, 57 pont, és ezzel 124-es kiszállóra érkezik meg Ákos. Oda-vissza előzgetnek a srácok. Megvan a tripla 20-as Pistának. Óriási kerekítő Istvántól, és pont a legjobb pillanatban muszáj Ákosnak valamit alkotni azon a 124-en, különben bajok lesznek. Nem lesz befejezés ebben a körben. 58 pontot dobott, 66 pontja maradt. István a mérkőzésért dupla 14. Az első a 14-esbe, dupla 7 lehet a megoldás. És igazán tetszik Istvánnak. Az első mellette. 14. Nem sikerült, kicsit görcsösre sikerült a vége, 14 pontja maradt. Viszont Ákosnak meg kell oldani ezt a 66-ot, nincsen mese. Egy 10-es, 56 pont, nézzük, hogy a... Igen, 16, és a dupla 20-as lehet a befejezés.
az pedig a szektorban 46 ponttal került 20 pontra, és dupla 7 lehet a megoldás Ölvedi Istvánnak, és ez is a mérkőzésért megy. Jó balkezes dobás, inkább elkerekíti, és dupla 4. Elsőre nincsen meg. Másodikra sincsen meg. Ákos visszakapja a lehetőséget. Szilárd akármennyire is próbál, nyugodtnak tűnni, biztos vagyok, hogy izgulott a háttérbe, közben Ákos megdobja a dupla 10-et, és ezzel 1-1-re alakította a mérkőzésnek az állását, és Ákos fogja kezdeni a harmadik leget. Ugye ebben a szetben mindenképpen győztest fogunk hirdetni ebben a legben, most egyelőre Ákosnak jönnek a triplak, 136 ponttal 365-re teszi le magát, és Ölvedi István fog következni. Ákosnak most nem igazán ment a játék, Pista akár meg is bosszulhatta volna, nem tette, és így ki tudott egyenlíteni az öttövényi bivajok csapata. Ugye, hogyha ezt a szettet hozzák, akkor utána egy páros mérkőzés fog majd dönteni a győztesnek a személyéről. Közben üdvözlök itt mindenkit a streamben, jó szórakozást kívánok a kellemes délutáni, lassan estébe hajló dárc versenyünkhöz. 79 pont, egy 19-es Ákostól, aztán egy 20-as. Most jönnek neki a nagyértékű szektorok, tripla még annyira nem, de a nagyértékű szektorok megvannak, és már ez is nagyon sokat jelent. Egy 1-es, egy 19-es Istvántól. 27 pont. Óriási előnyben Ákos, egy 7-es, egy 5-ös, és egy 19-es lenn. 31 pont. Szóhat, ez nem sikerült nagyon jól. Ákos lent kezdi a 19-esen, egy 3-as és egy 19-es jött össze belőle, vissza akart váltani 20-asra, de sajnos csak egy 1-es lett a 153-as magas kiszálló, így is megvan. Előfordulhat, hogy Ákos érkezik meg először kiszállóra. 25. Most ő van ugyanis közelebb hozzá, 153-as magas kiszállón, egy tripla 5-ös, egy 20-as, és még egy 5-ös rész. Ákos részéről 40 pont, 113 pontja maradt. Egy 20-as Istvántól, még egy 20-as. És az pedig a salakon 40 ponttal 224 pontra teszi le magát, 113 pont Ákostól. Ezzel a hetessel kiderült, hogy ebben a körben már nem lesz befejezés. 87 ponttal azért leteszi magát Ákos 26 pontra. pont, és ezzel 89-en István. Dupla 13. Ákostól az első nyíl nincsenben, a második sincsenben. És a harmadik is a 13-asban, hogyha ilyen ütemben fogyasztja István a pontjainak a számát, akkor azt a 89-et is gyorsan befejezheti. Egy 7-es, 82 még megoldható két nyílból. Ez így már nem. És még tripla 1-es is a végére. Ákos visszakapja a lehetőséget, hogy egalizáljon szettekbe. Egy 18-as, az nem volt túlzottan sikeres. Istvánnak egy 6-os. Megvan a 17. És akkor... megnézi, de nem találja 13-as, sőt még páratlan is maradt a végére, nem túlzottan sikeres, 37 pontja marad Ákosnak, ott van a lehetőség, hogy megoldja a 13-at. Egy 1-es, és akkor a dupla 6 lehet a befejezés. Vagy a dupla 3. Nincsen.
És még páratlan is maradt, ráadásul még három is, nem túl szerencsés. Ákosnak most nem jönnek igazán az értékek. Pista kihasználhatja. Ajja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 jj
megoldható duplával. Nincsen befejezés, nem volt sikeres az a nyíl. Egy egyes Ákostól, és a dupla egy. Zavaratól szerintem. Ki is emelte. A második pedig belehúzta. Vissza a háromra. Visszakapja a lehetőséget István, hogy megoldja. Megint egy 12-es. Az pedig egy 9-es szeretett volna lenni, de tripla 5-ös lett, az 15. Dupla 5. Nincsen meg, 5 pontja maradt. Az pedig a szomszéd szektorban. Na, a srácok most eljátszanak a kerekítőkkel, ugye. Megvan az egyes. És a dupla kettő. Nincsen meg elsőre, másodszorra. Sincsen meg. Ákosnak ott a lehetőség, hogy ugye ez a két nyíl István kezéből már a mérkőzésért röppent ki, de nem talált. Az meg egy 20-as újabb lehetőség Istvánnak, és ők juthatnak a legjobb 8 közé. Találat, és ezzel a mérkőzést a Sose Halunk Meg csapata nyerte. Az 5-tövévnyi bivajok a legjobb 16 között búcsúznak egymástól, és mi pedig rövidesen a legjobb 8 küzdelmeivel jövünk vissza, várunk vissza benneteket is. Sziasztok addig is! További kellemes jó estét kívánok mindenkinek. Folytatjuk tovább a mai együttárúszóért versenynek a közvetítését, még pedig a legjobb 8 között, ahol a következő párosítások alakultak ki. A Citec Team 26 elleni mérkőzését fogjuk majd közvetíteni. A félszerzetek a BNB Army ellen, a Sosem Halunk Meg az 501 Killers ellen, a Vakonyaiak pedig a Never True Aló ellen, mivel a legjobb 16 között a következő párosítások és a következő eredmények születtek. Ugye a Citec legyőzték 2-0-ra a Korsómosókat, a Tacsot legyőzte 2-1-re a Team 26, a félszerzetek legyőzték az Azúrókat 2-0-ra, a BNB Army 2-0-ra a Detrick Teamet, ha Sose Halunk Meg az 5-tövényi bivajokat 2-0-ra, ezt ugye itt láthattuk a közvetítésbe, az 501 Killers 2-0-ra a Jó Reggeltet, a Bakonyiak 2-0-ra a két füstölgő puskacsőt, és a Trógerek kikaptak a Never Throw Alone-tól. Nézzük, hogy a srácok megérkeztek-e már a táblához. Igen, ott vannak, és Kajtár Ádám lesz az, aki majd a pénzfeldobás után a búradobással eldönti, hogy ki fogja kezdeni a mérkőzést. Egy kicsivel alatta. És egy kicsivel messzebb. A Team 26 csapata és a Citec fogja kezdeni a mérkőzést. Láthatjuk is, hogy ilyen szites pólóban, tehát készültek az alkalomra, tehát a Citec csapatát egy apja-fia páros alkotják, Kajtár Ádám és Kajtár György játszanak együtt, a Team 26-ban pedig Pertl Dániel és Gombár Mónika. 18-al kezd, közben Pertl Dániel, tehát Dániel és Ádám fognak egymás ellen csatázni. Üdvözlök mindenkit itt a streamben, és látom, hogy a Citecnek a szurkolói már meg is érkeztek, és ugye a többi mérkőzés, szám szerint 3 pedig itt a nagy teremben zajlik. Ugye az előbb itt egy kis áramszünetet is láthattunk, valószínű, hogy valaki neki támaszkodott a
villany kapcsolónak, és lekapcsolódott, és ugye itt a kis teremben pedig a Citek a Team 26 ellen csatáznak a legjobb 8 között. Ugye itt már az elődöntőbe jutás a tét, továbbra is ugyanaz a felállás, tehát a csapatnak az egyes számú játékosai játszanak egymás ellen két nyert legig, és utána pedig a kettes számú játékosok fognak két nyert legig csatázni, és hogyha ebből a két csatából nem alakulna ki kettő leges különbség, akkor majd egy páros mérkőzés fog dönteni a végső győztesnek a kilétéről, tehát így alakulnak a mérkőzések. Előre láthatólag a tornának a végéig így alakulnak majd a párosítások, illetve a versenyforma is így alakul. Akkor változtattunk volna rajta, hogyha egy kicsivel gyorsabban haladtak volna az események, de mivel a csoport körökben srácok eljátszókodtak egymás ellen, így egy kicsit elnyúlt a verseny, és ezzel nem akartuk tovább nyújtani, hogy utána 5 nyert legig játszanak, vagy 5 nyert mérkőzést kelljen játszani a srácoknak egymás ellen, úgyhogy maradt ez a felállás. Közben a Citeknek nem sikerült kiszállóra kerülnie, 187-en van Ádám, 304-en még a Team 26, abból is Perkl Dániel, és nézzük, hogy Ádám milyen kiszállóra teszi le magát. Egy 5-ös, egy 20-as, még egy 20-as, 45 ponttal, 142-es magas kiszállóra tette le magát. Üdvözlök közben mindenkit itt a streamben. 28. Tehát ez az együtt Dariusért darts verseny a mai nap folyamán, ugye, ami arról szólna, hogy próbáltunk némi segítséget nyújtani a pultosunknak, Krisztikének, a kutyusának, akinél rossz indulatú daganatot diagnosztizáltak, és eléggé drága a gyógykezelése, és ugye Krisztikének ez elég nagy terhelést okoz anyagilag, és ebben próbáltunk neki segíteni. Reméljük, hogy sikerült. Én nem tudom, hogy mennyi pénzt sikerült neki összegyűjteni, de remélem, hogy minél többet, és ezúton is szeretném megköszönni azoknak, akik eljöttek és itt játszottak ma. Remélem, hogy jól érezték magukat, és nemes ügyért töltötték el a szombati napjukat, és közben találat a Citek részéről 1-0-ra, Kajtár Ádám vezet, és a második leget pedig a Team 26 fogja kezdeni, azaz Pertl Dániel. Hatvan pont közben a Citektől a mérkőzésnek az írója Kollár Ákos, különben kért arra, hogy semmilyen módon se mutassuk őt itt a közvetítésbe. Hát ennek eleget is tettünk, úgyhogy visszakapcsolok a srácokra. Huszonhat pont. Egy 16-os, egy 3-as, meg egy 19-es, 38 pont. Két 20-as Ádámtól, aztán meg ott van a tripla végén. Egy jó 100-as, és ezzel 315-re érkeznek meg a Citek. A második kicsúszott Dánielnek a kezéből, nem sikerült túl jóra. Egy 5-ös, még egy 5-ös, és egy 19-es lenn, 29 pont. Az első nyíl felcsúszott Dánieltől, aztán a második már a 20-asba, és a harmadik is nagyon érdekes kombó volt, két dupla 5-ös, meg egy 20-as. És így szerzett 40 pontot Pertl Dániel. 34 pont Kajtár Ákostól, aki Ádám egyébként, nem tudom, hogy miért kereszteltem át, de
Ez most így sikerült. Megvan a tripla 17-es. Danitól. 70 pont. Ez nem sikerült, húzott a jóra, talán az egyetlen pozitívum ebben az, hogy 230 pont maradt a végére, ugye, amit sima 20-as szektorral le lehet vinni 170-re, ami már kiszálló. Sajnos egy 5-ös az első nyíl, aztán megvan a tripla 20-as Ádámtól, aztán meg egy 1-es 66 pont, így 164-es magas kiszállóra teszi le magát Ádám, és ezzel most ebben a szedben neki áll a zászló, 1-0-ra egyébként is vezet legekben. 69 pont, és ezzel 157 pontra megérkezik a Team 26 is. Egy 1-es Ádámtól, és egy 19-es len, 40 pont, 124 ponton a szitek, Dánieltől egy 19-es, aztán egy 7-es, meg egy dupla 19-es, hogyha jól látom, 64 ponttal 93-ra ők érkeznek előbb 100 pont alá. Gyuri bácsi hátulról bekukkantott, megnézte, hogy hogy áll az ifjú, aki 43 ponttal teszi le magát 81-re, 93 pont, az egy duplára sikeredett. Aztán az egy 7-es, 45 pont eddig a dobás. Csak kerekítés lehet. Egy 7-es. 52 a dobás, 41 pont marad. 81 pont kis eszmecsere az öreggel. És akkor nézzük, hogy mi következik 81-re a szitektől. Pont, és 51 pontja maradt Daninak, Ádámnak. 9 pont, ez nem sikerült jól, ugye a 2 az már kiszállóra ment. Megvan, és a dupla 16 első nyíra, és ezzel az első szettet a szitek nyerték, és egy egészen különleges alkalomhoz fogunk most eljutni. Már majdnem azt mondtam, hogy most fogunk először hölgyet közvetíteni, de ugye Ihász Veronikát már többször közvetítettük itt a streamben, de az amatőrök között először fogunk hölgyet közvetíteni, mégpedig Gombár Mónikát, aki ugye a hétközi PDP fordulóknak rendszeres látogatója. És most már kezd szépen lassan borsot törni az úri emberek óra alá is. És most itt a közvetítésben Kajtár György ellen játszik. Pont Kajtár György részéről. Megvan a tripla 20-as. Mónikától 92 pont. Ádám integet a háttérből. 45 pont. 330-ra érkeznek a szitek. Mónika egy 20-assal. Aztán az egy kicsit felcsúszott. Úgy néz ki, hogy a Team 26-osoknak ez a specialitása, ez a közbe-közbe el hintett dupla 5-ös. Nem rossz, de azért vannak annál eredményesebb szektorok is, tripla 7, közben Gyuri bácsitól 59 pont, 271 ponton a szitek, 302-n a Team 26. Hatvannégy pont a dobás. Akkor a második is az 5-ösben volt, én azt hittem, hogy ez a 12-esben van. 41 pont, 230 ponton a szitek, 238 ponton a Team 26. Megvan a tripla 20-as Mónikának. Nagyon szépen jönnek azok az első tripla 20-asok. Ígéretes, és már is 158-as magas kiszállón van. Egy 19-es Gyuri bácsitól.
Még egy 19-es, és a harmadik sajnos a hármasban, úgyhogy nem lett kiszálló 189 ponton. Megvan a tripla 20-as másodikra. Szerintem 82. Ja, 83. Igen, 75 pontja maradt a Team 26-nak. Megvan a tripla 19-len, meg egy szimpla 19. 95 pont, és ezzel 94 ponton a szitek. Egy 20-as Mónikától, egy 5-ös. 40 pont, és 35 pontja maradt. A szitek 94 pontra érkeznek. Egy 20-as, az egy 1-es, és egy tripla 19-es. 78 ponttal 16-on a szitek. A Team 26-nak meg kéne oldania. Egy 17-es nem rossz az. Dupla 9 kellene. Az első még fölötte. A második pedig a 12-esbe. Az is jó, az is kerek. Dupla 3 maradt a végére. Dupla 8 Gyuri bácsinak. Így, de közel ahhoz a... És a dupla 4. Nincsen meg, visszakapja a lehetőséget Mónika. A kiszálló csaták. Az a triplába, nem volt túl szerencsés, egy kicsit kiemelte Mónika. Dupla 4. Az első mellette, a második a 4-esben, a harmadik pedig a dupla 2 alatt. És Mónika dupla 3-ra. Az első nagyon közel, a második a 3-asban, kerekítő 1-es, nem sikerült. Inkább visszasokalt. Nagy levegő megvolt. Találat, és ezzel az első leget ebben a szetben a szitek nyerték, ugye egyébként is vezetnek 1-0-ra, úgyhogy sőt, még brékeltek is mellette, minden amellett szól, hogy ők fogják nyerni ezt a mérkőzést, de gondolom ehhez Mónikának is lesz még egy-két szava, pláne hogyha Gyuri bácsi ilyen alacsony értékeket dob, nem volt túl sikeres ez a 27, két 5-ös Mónikától, 11. És még egy 1-es a végére, nem sikerült megbosszulnia a gyengébb dobást, egy 7-es, aztán egy 19-es, meg még egy 19-es. 45 pont. Ötvenöt. 55 pont Mónikától, ez most már jobb volt. 19-es lenne. Megvan a tripla 19-es Gyuri bácsinak, meg még egy tripla 19-es. 133, nagyon komoly. Na, ez már szép volt. Mónikának is megjött egyből a kedve a dobáshoz, meg a 20-as szektor is, 60 pont. Érdekes ez a szolidaritás, amikor valakinek jobban megy, akkor a másik is felbátorodik, amikor még rosszabbul, akkor lerántja a másikat is. Érdekes pszichológiája van. Meg annak is érdekes pszichológiája van, hogy a nagy érték után jön törvényszerűen a kis érték, nem úgy Mónikán kipattant az a fránya második nyíl, pedig az is a tripla 20-asba húzott bele, de nem maradt benne. Egy 19-es megvan, aztán az a szomszédos tripla 1-ben, tripla 3-ban. Éppen ott csak egy átcsúszott, de sajnos az ötösben landolt 45 a Team 26 részéről. Megvan a tripla 19-es, aztán egy 7-es, meg egy sima 19-es 83 pont, és ezzel 153-as magas kiszállóra érkezik a szitek csapata. Mónikától egy dupla 20-as, aztán egy 1-es, meg egy 5-ös, 46 pont. Nincs meg a kiszálló, nézzük, hogy Kajtár
György mennyire tudja levinni magát. Egy 19-es, meg egy 7-es, meg még egy 7-es a végére. 33 pont, 120 pontra kerültek. Mónikának egy 20-as, még egy 20-as, és még egy 20-as 60 ponttal. Ő is leteszi magát 152-es magas kiszállóra, de Kajtár György akár meg is oldhatja a 120-at, és ezzel megnyerheti a Citeknek a mérkőzést egy duplával, nem azzal a duplával. Igen, 30 pont maradt a végére, pedig hogyha az a dupla 20 megvan, akkor vége a mérkőzésnek. Monikának egy 20-as, így nem lesz befejezés részéről. 39 pont, és Kajtár György a mérkőzésért a dupla 15-re. Az első a dróton, a második a dróton, és a harmadik meg egy kicsivel még inkább alatta, úgyhogy nem jött össze első körben a mérkőzésnek a megnyerése. Mónika azért úgy látom, hogy még ad lehetőséget arra, hogy a Citek nyerjék a mérkőzést. Ebben a körben nem oldotta meg azt a magas értéket. Újabb dupla 15-ös próbálkozás Kajtár Györgytől egy 10-es helyette, és a dupla 10-zel megnyerték a mérkőzést, és ezzel ők jutnak az elődöntőbe, tehát a Citek az elődöntőbe, a Team 26 pedig a legjobb 8 között búcsúzik a további küzdelmektől, és mi pedig az elődöntőknek az egyikével jövünk majd rövidesen vissza. Várunk vissza benneteket is. Sziasztok! További kellemes jó estét kívánok mindenkinek, folytatjuk tovább az Együtt Dáriuszért darts versenynek a közvetítését itt az elődöntőben. Az egyik elődöntő már zajlik itt a nagyteremben, amit a Sose Halunk Meg és a Never Throw Alone csapata fog egymás ellen játszani, és a kis teremben pedig a Citek a félszerzetekkel fognak majd összecsapni. Ugye a legjobb 8 között a Citek legyőzték 2-0-ra a Team 26-ot, ezt láthattuk. A félszerzetek 2-1-re a VNB Armit, Sose Halunk Meg 2-0-ra legyőzte az 501 Killers, és a Vakonyiak 2-0-ra alul maradtak a Never Throw Alone ellen. És nézzük, hogy a srácok megérkeztek-e már a táblához. Igen, a Kajtár-Kajtár páros, Ádám és György már ott vannak, és érkeznek az ellenfelek is a táblához. A háttérben a félszerzeteket Veszprémi Attila és Gőgös Sándor fogják majd alkotni. Gőgös Sándort már ott látom a háttérben, és rövidesen szerintem Veszprémi Attila is meg fog érkezni. A mai napon 19 páros állt a tábla elé, ugye ez egy gyakorlatilag jótékonysági verseny volt, amit egy beteg kutyusnak az egészségéért, illetve itt a pénzfeldobás megtörtént, Kajtár Ádám fogja a búradobást kezdeni. Egy kicsit mellette, ott marad. És akkor Veszprémi Attila fog érkezni, és dobni fogja a másik nyilat. Nézzük, hogy az hol csapódik be messzebb, és a Citek fogják a mérkőzést kezdeni. Tehát Kajtár Ádám fogja kezdeni Veszprémi Attila ellen az egyéni csatát. Ádám már ott is van a táblánál, és akkor kezdjük a mérkőzést. Tehát a Citek a félszerzetek ellen két nyert szettig fognak egymás ellen játszani, és minden egyes nyertes szett két nyert legig fog tartani. Egy tripla 20 közben meg is van rögtön Veszprémi Attilától. Rögtön 2-140-essel keményen bekezdett. Mondjuk kellett is, mert Ádám is nagyon erősen kezdett. Két 20-as.
Százas. Nagyon komoly egy 92-es után egy százas. Nézzük, hogy Attila hogy folytatja tripla 20-assal, hogy folytatná. Újabb százas. Elképesztően erősen dobnak egymás ellen a srácok. Most az első nyíla szomszédban landol, de aztán javításnak megvan a tripla 20-as. 81 pont. Egy újabb tripla 20-as Attilától, aztán az átcsúszott az 1-esbe, meg egy tripla 1-es, 64 pont, így nincsen meg a kiszálló, 197 pontjuk maradt Ádámnak. Oda kell figyelni a harmadik nyírra, így már annyira nem kell odafigyelni arra a harmadik nyírra, ugye akkor kellett volna, hogyha a harmadik is a 20-as szektorban landol, először Attila kerülhet kiszállóra. Két 20-ast már megdobott, és egy 19-es len, 59-essel kerül 138-as magas kiszállóra. Valamiféle kiszállóra kerülés lenne Ádám részéről is a feladat, és így a szitek is odaérhetnének. 11 pont. Nem lett meg a kiszálló. 172 pontja maradt Attilának, ott van. És ott van a tripla 20 is. Valószínű, hogy a tripla 18 fog következni. Nem. A dobás, hamar gyorsan megtörtént az összeadás, és 16 pont maradt így a végére. Túl sok volt a tripla. Ádám most sajnos nem fogja tudni befejezni, de azért egy tripla 19-est dob lenne, és ő is 100 ponttal alá kerül 94-re, és dupla 8 Attilától találat első nyíra, és ezzel a mérkőzést 1-0-ra alakította Attila, rögtön brékelt. Elképesztően erősleg egy dobott, aztán egy egyes a szomszédban. A tripla 19-es megvan len. És még egy 19-es, 57 pont. Ádámtól az sajnos elcsúszott az egyesbe. Megvan a tripla 20-as másodszorra, meg egy sima 20-as. Ez nem sikerült túl jól Attilának. Ádámnak. 1 sima 20-es Attilától. Aztán azt nem tudom megmondani, hogy benne van-e a triplába. 43. Ezek szerint a második nyíl nem volt benne a triplában. Megvan a tripla 20-as Ádámnak, meg egy sima 20-as. 100 pont, nagyon komoly. Üdvözlök közben mindenkit itt a streamben. 100 pont. Sajnos az átcsúszott az 5-ösbe Ádámtól, aztán megvan a tripla 20-as másodikra. 70 pont. Ezzel sajnos nincs meg a kiszálló, 192 ponton fejezték be a szitek. Attilának az első az 5-ösbe, aztán a 7-esbe, és utána vissza az 5-ösbe 17, hát ez nem volt egy kerekperec, nem is tetszik Attilának, kicsit a kezébe temette az arcát. 85-tel közben 107 pontra érkeznek a szitek. Egy 5-ös Attilától. Megvan a tripla 20-as második nyíra. 85, és ezzel megvan a 150-es magas kiszálló is a félszerzeteknek. Egy 19-es, aztán egy 3-as. 41 pont, azzal 66-ra. Attila megtréfálhatná a sziteket, hogyha kipattanna erről a 150-ről, ezzel a 20-assal már biztos, hogy nem fog két 20-as eddig, és egy 18-as, mondta volna, hogy tripla, de nem volt az. Egy 6-os, megvan belőle, mondjuk a 20-as dupla 20-as lehet a folytatás. Nem. Azt úgy, jó, mindegy.
Ádám tudja. 26 pont, és így kerül 40-re. Egy 20-as. Még egy 20-as. És csak kerekítés maradhat a végére. 60 ponttal 32-re kerül, és dupla 20 lehet Ádámtól, az sajnos az egyesbe landolt, úgyhogy kerekítőre van szükség. Szerintem az inkább 19-es szeretett volna lenni, de visszakapja a lehetőséget Attila. Miért oda váltottam? Még egy dupla kellene az üdvösséghez. 24 pont. Visszakapja a lehetőséget Ádám. Mellette, fölötte, alatta, mellette. És a harmadik pedig benne, és ezzel egy-egyre alakítja a mérkőzésnek az állását Ádám. És oda-vissza break, egy-egy az állás, és a szitek fogják a harmadik leget kezdeni. Egy egyes Ádámtól, aztán egy tripla egyes. Még egy egyes, egy jó ötössel bekezdett Ádám, erősen rombolja az átlagot. Attilának is egy-egyes, most egy kicsit odébb álltak a srácok, úgy tűnik nekem. 41 pont. 1 20-as Ádámtól, még egy 20-as. Meg egy 1-es, 41 pont. Egy 20-as, egy 19-es. És egy 7-es a végére, 46 pont. Egy 5-ös Ádámtól. Aztán megvan a tripla 20-as második nyíra, ez már sokkal jobb. Az sajnos elcsúszott az 1-esbe, így 66 pont. Egy 20-as. Még egy 20-as. És egy 1-es, 41 pont. Tehát aki ezen a mérkőzésen alul maradna, arra még egy bronz mérkőzés vár, és aki ezt a mérkőzést megnyeri, az fog a döntőbe jutni, és ott fog összetalálkozni a nagy terembe játszó párosoknak az egyikével, amit ugye a Sose halunk meg, Ajner Szilárd és Ölvedi István, és a Never Throw Alone nevezetű csapat alkotnak, amit pedig Győri Márton és Szekeres László alkotnak. És ugye a másik két páros, amelyik itt egymás ellen csatázik, a Szitek és a Félszerzetek. Ugye a Szitekbe Kajtár Ádám és Kajtár György, és a Félszerzetekbe pedig Veszprémi Attila. És keresem, nézem. Gőgös Sándor csatáznak 64 pont közben a Szitektől, így érkeztek meg 244-re, a Félszerzetek pedig jelenleg 255 ponton állnak, és egy tripla 20-assal kezdenek, meg egy sima 20-assal, és levált Attila a 19-esre, így 99-el 156-os magas kiszállóra érkezett most meg. Ádám egy 20-assal, meg még egy 20-assal, ennél talán közelebb nem is lehet dobni ahhoz a tripla 20-ashoz. A harmadik az már lecsúszott, 60 pont. Nincsen meg a kiszálló, 184-en a Szitek és 156-on pedig a Félszerzetek. Gyakorlatilag 45. A csillagok háborúját és a gyűrűk urát is ideidézzük ma estére, úgyhogy gyakorlatilag a kockák is élvezhetik ezt a mérkőzést, hiszen középföldéről és a birodalomból is érkeztek képviselők erre az összecsapásra. Gyakorlatilag megközelíthetjük ezt úgy, mint a csillagok háborúja és a gyűrűk urának összecsapása. Ki fogja vajon nyerni, melyik a jobb? Hát egyelőre döntetlen az állás. Valahogy én is így vagyok vele. Negyven pont közben a Szitekrek a részéről, 44 pont marad, és dupla 20 Attilától
találat első nyíra, ezzel az első szettet a félszerzetek nyerték, és majd a második szettet is ők fogják nyerni, ahol ahol Kajtár György és Gőgös Sándor fognak majd egymás ellen csatázni, illetve hogyha igazán pontosak szeretnék lenni, akkor Gőgös Sándor fogja majd kezdeni a félszerzetekről a részéről, és Kajtár György fogja a szitek részéről folytatni. Nem tudom, hogy bemelegítő nyilakat dobnak-e a srácok, majd mindjárt kiderül. Igen, ezek bemelegítő nyilak, Tamás még nem számolja őket. Nincs is ott a táblánál, úgyhogy gyakorlatilag ezek biztos, hogy bemelegítő nyilak. Úgy néz ki, hogy a félszerzetek beleegyeztek a kezdésbe, úgyhogy szerintem a következő nyilak azok már élesbe fognak elrepülni Sanyi kezéből, oda is áll a táblához, és akkor a félszerzetek kezdik a második szettet, amit ugye, hogyha ők nyernek, akkor övék a mérkőzés, hogyha pedig a szitek nyernek, akkor páros mérkőzéssel folytatjuk tovább. Két 19-es, és egy harmadik is, 57 pont a végére, 444-en fejezték be a szitek, 460-ra érkeznek a félszerzetek, Sanyi rögtön egy tripla 20-assal, meg két szektorbiztossal, azaz 100 ponttal csökkentette pontjainak a számát. A szitek első nyila a szomszédban landolt, aztán két 19-es már megvan, de ez így is csak 41 pont. Egy 5-ös Sándortól, aztán egy 20-as, meg még egy 20-as, 45 pont. Megvan a tripla 19-es Gyuri bácsinak len, aztán egy 7-es a szomszédban, meg egy tripla 3-as. 73 pontot sikerült összegyűjtenie, ezzel 330 ponton a szitek, és 315-re a félszerzetek. Egy 20-as, egy 1-es Sándortól, meg még egy 20-as, 41 pont. Megvan a 19-es len Gyuri bácsinak. Meg aztán utána két tripla 3-ast dobott rá. Biztos vagyok benne, hogy jobban örült volna neki, ha legalább az egyikát bucskázik valahogyan a tripla 19-esbe, de nem tette. Úgyhogy előnyben a félszerzetek 55 ponttal 219 pontra érkeznek. Egy hetes, aztán még egy hetes. Aztán egy hármas a végére, 17 pont. És nézzük, hogy meg lesz-e a kiszálló a félszerzeteknek. Egy 20-as, egy tripla 1-es és egy 5-ös, 28-as. A válasz nem lett meg, 200 alá kerültek, de csak 191 pontig jutottak, úgyhogy nincsen meg a kiszálló. Gyuri bácsinak viszont megvan a tripla 19-es, aztán megint a szomszédban egy nyíl, meg megint a tripla 3-asban. Őnek is sem lett meg a kiszálló, de közel került hozzá. Sándornak az első nyila az 5-ösben, aztán megvan a 20-as, meg egy 1-es, 26 pont, így nem sikerült összehozni ismételten azt a kiszállót, 165 pont, az nem kiszálló, úgyhogy még az is megeshet, hogy annak ellenére, hogy a félszerzetek álltak jobban ebben a szetben, a szitek fognak először kiszállóra kerülni, és mire ezt kimondom, addigra már ott is vannak, 158-as magas kiszállón ugyan, de kiszálló, tehát arról ki lehet szállni, a 165-ről nem, akármennyire is tripla 20-assal kezdi Sándor a dobást.
85 ponttal azért leteszi magát 80-ra. Gyuri bácsinak fel van adva a feladat, ki kéne pattanni erről a 158-ról. Megvan a tripla. 133-mal kerekít 25-re, egészen elképesztően kerekített. Nagyon magas értéket dobott, de bajok lehetnek, mert nem volt tudatos teljesen ez a dobás. Kellene a 20-as, nincsen, 5-ös, nincsen befejezés, úgyhogy nem bosszulta meg Gőgös Sándor Gyuri bácsinak az előbbi taktikázását, viszont befejezheti a 25-öt. A 9-es megvan belőle, és a dupla 8, vagy a dupla 4 nincsen meg, visszakapja a lehetőséget a félszerzetek Gőgös Sándor dupla felé. Próbálhat menni, mondjuk egy, ez a dupla 11-es, ez nem rossz, de annyira nem is jó. Ez már így biztos, hogy páratlan, csak mennyi az annyi. 52 pont, igen, így 9 pontja maradt a félszerzeteknek, 8 pontra jöhetnek a szitek. Az első mellette, a második pedig benne, és ezzel a mérkőzésnek az állását 1-0-ra alakította Gyuri bácsi, a szitek vezetnek 1-0-ra, és hogyha hozza ezt a leget is, akkor egyenlíthetnek, és jöhet a páros mérkőzés egy 19-essel, aztán egy tripla 19-essel, meg még egy sima 19-essel, 95 ponttal kezdenek a szitek nagyon erősen. Pedig sokáig a félszerzetek álltak jobban, aztán a szitek megrázták magukat, és oda pirítottak a sziteknek. Egyelőre ugye szedben a félszerzetek álltak jobban, de most ebben a szedben 1-0-ra legekben vezetnek a szitek. Egy 5-ös Sándortól, aztán egy 20-as, meg egy 1-es, 26 pont. Megvan a 19-es Kajtár Györgynek, aztán még egy 19-es, meg még egy 19-es szépen. Szektor biztosan 57 ponttal fogyasztotta a pontjainak a számát. És most a szitek 304-en, a félszerzetek pedig 420 ponton állnak. Előnyben a szitek. 20-as, a harmadik meg sajnos elcsúszott az 1-esben, 41 pont. Egy 19-es Kajtár Györgytől, aztán egy 3-as. 73, akkor az egy tripla 17-es volt, sajnos takarásban voltak a nyilak, nem láttam, de ez pontosan jó jött a sziteknek, így most óriási előnyben. Ők vannak közelebb az egyenlítéshez, 45 ponttal tudta csak csökkenteni Gőgös Sándor a pontjaik számát. Egy 43, ezzel már is 200 pont alá érkeznek a szitek. A félszerzetek még továbbra is fönt, annak ellenére, hogy a második nyíl a triplában 85 pont, most 249-re érkeztek meg a félszerzetek. És nézzük Kajtár György 188-ra, ismételten a tripla 19-esen kezdése másodikra meg is van neki. És 121 pontjuk maradt. Óriási előnyben a szitek ebben a szedben. Két 20-as. Meg a harmadik is benne. 60 pont, nincs meg a kiszálló, továbbra sem a félszerzeteknek. Kajtár György 121-re. Egy 7-es, meg egy 3-as. Kis el belőle, megnézi magának a következő értéket, ami egy 17-es lett. Így most már 100 alatt, 94 ponton. Egy 5-ös. Megvan a tripla 20-as közbe. 66. Meg egy 6-os a végére. 123 magas kiszállón.
A félszerzetek 94-re jönnek a szitek. Egy tripla 9-es. Aztán kellett volna a tripla 15, hogy dupla 20-szal be lehessen fejezni. De nem jött úgy, hogy 55 ponton fejezték be a szitek, 123-ra pedig a félszerzetek. Egyelőre bravúr kellene Sándortól, de nem jött össze neki. 64 ponton fejezte be, és akkor nézzük, hogy összejön-e a kerekítő Kajtár Györgynek. Elsőre nem. Másodikra összejött, de nem az, amit szeretett volna. Így se rossz egyébként. Dupla 15, az viszont nem sikerült. Alatta dupla az dupla. Nézzük, hogy Sándor egyenlíteni tud-e. Ugye kellene először is egy jókora kerekítő. Ez érdekes, ez a 19-es. Így viszont most már biztos, hogy nem lesz befejezés, ugye 39 ponttal fogyasztotta le eddig a pontjainak a számát. 22, 22 pontja maradt Sándornak, viszont a szitek akár ki is egyenlíthetnek szettekben, hogyha eltalálja a dupla 15-öst. Gyuri bácsi, nem találta el. És a dupla 6-ot viszont igen, és ezzel a mérkőzésnek az állását egyelőre alakították a szitek, és most már biztos, hogy be fog következni az, hogy páros mérkőzést is fogunk közvetíteni, kettő nyert legig, amit ugye a szitek fognak kezdeni. Rövidesen innen fogjuk folytatni. És meg is kezdték a páros küzdelmeket, miközben egy kicsit más irányba néztem, mégpedig 45-tel a szitek. 45. Újabb 45 a félszerzetek részéről, most ugye Veszprémi Attila dobott, aztán Kajtár György következik, ő a 19-esen folytatja, egy 19-essel, egy 3-assal, meg még egy 19-essel 41 pont. Gőgös Sándor következik a szitek részéről. Egy 5-össel, egy 20-assal, és megvan a tripla harmadikra, 85 pont előnyben a félszerzetek, egy tripla 1-es Ádámtól, aztán egy 20-as, meg egy tripla 20-as, 83, nagyon szépen jönnek a triplák a srácoknak. Veszprémi Attila egy 20-assal, még egy 20-assal, aztán levált a 19-esre mondanám én, de csak egy pillanatra tekintett oda, nem váltott le, 60 pontot dobott helyette Kajtár György a szitek részéről 332-re, tovább bombázza a 19-es szektor, 41 pontot szerzett, ezzel előbb kerültek 300 alá a szitek. A félszerzetek közül Gőgös Sándor egy 20-assal, egy tripla 1-essel, meg egy sima 1-essel 24 pontot szerzett. Kajtár Ádám pedig egy 1-essel, egy 20-assal, és még egy 20-assal, 41 pont. Veszprémi Attila áll oda a dobóvonalhoz, egy 20-as, még egy 20-as, meg egy 7-es, 47 pont. Egy 19-es Kajtár Györgytől, aztán az átcsúszott a 7-esbe, meg másik is a 7-esbe, 33 pont. Nem jönnek a magas értékek, nézzük, hogy Sanyinak sikerül-e. Egy 20-as, még egy 20-as. A harmadik pedig az 1-esbe, 41 pont, 199 pontjuk marad.
Elnézést, közben itt csörög a... 45. Elnézést, csak közben megy a közvetítés, és Ruska Józsi hívott, majd később visszahívom. 44 pont. Egy tripla 7-es, aztán egy tripla 19-es Kajtár Györgytől, meg egy 19-es. 87-es. Igen. 87-es, nekem nem sikerült összeadnom, szerencsére Tamásnak ment, egy kicsit elvonta a figyelmet ez a telefon csörgés. Egy 10-es a Szitektől, aztán egy bull és a dupla. 41 pont. Veszprémi Attila tripla 18-on próbálkozott, nem sikerült. 39. Sima egyes? Akkor 45. Nem, 39. Srácok, összeadták az értékeket, látom, hogy más is el van fáradva, nem csak én. Így van ez rendjén. Egy 9-es a Szitektől, meg egy 17-es, az eddig 26 pont. És a dupla 9. Nincsen találat. 26. És 18 pontjuk maradt. Egy 3-as. Egy 20-as. Meg még egy 20-as, 43 pont. 62 pontja maradt a félszerzeteknek. És nézzük, hogy a Szitek megoldják-e a dupla 18, dupla 9-et. Találat, igen, megoldották. És én is ki tudtam mondani. És ezzel a Szitek 1-0-ra vezetnek. És a következő leget majd a félszerzetek fogják kezdeni, egész pontosan Veszprémi Attila egy tripla 20-assal, egy szimpla 20-assal, meg még egy szimpla 20-assal 100 pont. Egy 20-as, egy 1-es, és egy tripla 20-as 81 pont a Sziteknek a részéről, 420 pontra érkeznek. Nézzük, hogy Sándornak hogy sikerül, sajnos az első átcsúszott az 5-ösbe, aztán a második a 20-asba, a harmadik pedig a tripla 20-asban 85 pontot szerzett, ezzel most a férszerzetek állnak jobban, 316 ponton, de a Szitek következnek, Gyuri bácsi egy 3-ast, egy 7-es dobott, ez 10 pont eddig, nem túlzottan szerencsés, és nézzük, hogy mi következik most, egy 19-es, 29 pont, nem volt túl szerencsés, Attila egy 20-assal kezd, aztán egy tripla 20-assal folytatja, aztán egy 5-ös a végére, 231 pont. Most a félszerzetek egyelőre számomra úgy tűnik, hogy közelebb állnak az egyenlítéshez ebben a szetben, mint a mérkőzés befejezéséhez a Szitek. Gőgös Sándor következik, egy 20-as. Egy 1-es a szomszédban, és még egy 20-as 41 pont, nem lett meg a kiszálló a félszerzeteknek, 190 pontjuk maradt, és nézzük, nagyot kéne dobnia a Sziteknek, a Szitek közül is Kajtár Györgynek, 42, ez nem az az érték, a félszerzetek még közelebb kerülhetnek az egyenlítéshez, pláne úgy, hogy Veszprémi Attila tripla 20-assal kezd, egy sima 20-assal folytat, meg egy 1-es a végére, a magas kiszálló megvan, 109 ponton. Egy tripla 20-as megvan Ádámtól, meg még egy tripla 20-as. 125. 125 pont, és ezzel 164-es magas kiszállóra kerültek a Szitek. Gőgös Sándor két 20-assal. És egy 3-as lent 43 ponttal érkezik 66-ra.
és Kajtár György 164 pontra. Egy 19-es, még egy 19-es. A harmadik pedig a tripla 3-asban. ...117 ponton a félszerzetek. 26. És ez pedig fölötte. Így 26 ponttal 40 pontra kerülnek a félszerzetek, 117 pontra érkezik Kajtár Ádám. Egy 20-as, egy tripla 1-es eddig a táblában. És egy 18-as a végére, 41 pont, 76 pont. És dupla 20-szal egyenlíthetnek a félszerzetek, és mire ezt kimondom, addigra egyenlítenek is. Tehát 1-1 a legeknek az állása. És 1-1 a szetteknek az állása. Az már biztos, hogy ebben a legben győztes fogunk hirdetni. A kérdés, hogy a szitek vagy a félszerzetek fognak győzni. Két 20-assal és egy 5-össel kezd Kajtár Ádám. A lényeg, a szitek kezdték ezt a leget. És ugye náluk a kezdés előnye, ezzel ők állnak közelebb a győzelemhez, de nézzük, hogy Veszprémi Attila mivel kezdi meg a leget, 57 ponttal. Egyelőre fej-fej mellett a két csapat. Kajtár György 19-es, meg egy tripla 19-es. Amikor a leginkább kell, akkor jött a 95. Kajtár Györgytől, és nézzük, hogy Attila helyett Sándor mivel folytatja, 55 ponttal, egy tripla 5-ös Ádámtól, meg egy 20-as, 55 pont, 306 ponton a szitek, 389-re állnak oda a félszerzetek. 44 pont. Kéne még egy 95. Egy 19-es megvan belőle. A tripla is megvan belőle. Ajjá, csúszott az a harmadik, pedig kellett volna a 95-höz. A harmadik 19-es is. Így se rossz, 227 ponton a szitek, 345-ön a félszerzetek. Sajnos Sándornak nem jönnek úgy az értékek. Ádám akár kiszállóra is teheti le a csapatot, hogyha mind a hármat a 20-as szektorba helyezi. 59. Az úgy nem az igazi. Ugye a 168 az nem kiszálló. Akármennyire is szektor, biztosan sikerült ezt elkövetni Ádámnak. 26. Nem sikerült túlzottan jól. Most nagyon közel állnak a győzelemhez a szitek. Nézzük, hogy Kajtár György mennyire érkezik meg a 168-ról. Egy 19-es megint megvan, aztán az a 3-as van, a második 41, a harmadik is a 19-esben landolt, 127-es magas kiszállón a szitek. Gőgös Sándor egy 5-össel, egy 1-essel. Szóval 26 pont. Van a 19-es, pedig a 127-est azt érdemesebb egyébként a 20-ason kezdeni, pontosan ebből azokból kifolyólag, mert ugye a 19-esnél, hogyha mellette landol, akkor utána már nincsen befejezés. Most mondjuk nincsen veszély, mert egyelőre a félszerzetek még nincsenek kiszállón, sőt most sem kerültek oda, de Kajtár György akár be is fejezheti, meg is nyerheti a mérkőzést, és döntőbe juttathatja a sziteket. A 18-as megvan belőle, és akkor a dupla 16-os, az nagyon közel, de nincsen benne, és a második sincsen benne. Viszont nincsen lehetőségük most a félszerzeteknek a befejezésre, csak kiszállóra tudja magukat letenni Gőgös Sándor, 41 pont, és ez sem sikerült, 172 ponton maradtak, két kör áll rendelkezésre, hogy megnyerjék a mérkőzést, befejezzék a 32-t a szitek. Elsőre nem sikerült, sőt, dupla 4-re
le is felezte magukat Kajtár Ádám. Veszprémi Attila sajnos ebben a körben egyelőre még nem tudja befejezni, a 172 az nem kiszálló. Negyven pont, nem sikerült. Találat, és ezzel a mérkőzést a szitek nyerték, azaz Kajtár Ádám és Kajtár György jutnak a döntőbe, a félszerzetek, azaz Veszprémi Attila és Gőgös Sándor pedig a bronzmérkőzésen vigasztalódhat, és a másik ágról is biztos vagyok benne, hogy megvannak a döntőbe jutók, és megvan a bronzmérkőzésnek a párosa. Úgyhogy rövidesen azzal jövünk majd vissza, várunk vissza benneteket is, sziasztok! Kellemes jó estét kívánok mindenkinek, folytatjuk tovább az Együtt Dariusért tárc versenynek a közvetítését. Ma este is eljutottunk a döntőig, ahol majd a szitek és a sose halunk meg fog egymás ellen csatázni. Ugye a szitek 2-1-re legyőzték a félszerzeteket, ezt láthattuk itt az előző mérkőzésen, és a sosem halunk meg pedig a teremben legyőzte a Never Throw Alone-t, és így alakult ki a párosítás itt a táblánál. Nézzük, hogy a srácok megérkeztek-e már a táblához. Hát egyelőre nem látom őket ott a tábla környékén. Megnézem a dobókamerát is. Tamás már ott van, és ott van Kajtár Ádám is. Közben, hogyha jól látom, akkor Ölvedi István is megérkezett. Igen, már dobja a bemelegítő nyilakat. Ajner Szilárdot is látom, jó, most már csak Kajter Gyuri bácsi, raggódom, őt még nem láttam ott a háttérben. És hogyha megérkezik majd mindenki, akkor igen, Kajter György is megérkezett, akkor majd pénzfeldobással el fogják dönteni a búradobásnak a jogát. Ádám fogja kezdeni a búradobást. Mellette, és akkor nézzük Ajner Szilárdnak mi a válasza erre. Közelebb. A sose halunk meg fogja kezdeni a mérkőzést, és majd utána a szitek következnek dobásra, és Ajner Szilárd és Kajtár Ádám fognak egymás ellen játszani, tehát a sosem halunk kezdte meg, Ajner Szilárd 2-20-assal, meg még egyel, tehát 60 ponttal. A mai napon 19 páros kezdte meg a küzdelmeket, ez a szám akár alacsonynak is tűhet, de ne felejtsük el, hogy itt párosokról beszélünk. Tehát ugye minden párosban ketten voltak, így ez a 38 fő közel a 40-hez, azaz amatőr versenyeinknek úgy a normál létszáma. Úgyhogy elégedettek vagyunk a látogatóknak a létszámával. Ugye a mai napi verseny ez nem is nagyon lett erőre meghirdetve, hiszen ez egy ilyen szomorú apropóból következett be, és ennek következményeként gondoltunk arra, hogy esetleg segítünk ezen a beteg kutyuson, aztán majd meglátjuk, hogy reméljük, hogy a pénz, amit összegyűjtöttünk, az szolgálni fogja a felépülését. Egyelőre azonban koncentráljunk itt a játékra, főleg azért, mert a sose halunk meg egy 140 ponttal került 179-re, ami ugyan még nem kiszálló, de azért az a 140-es az egy nagyon szép dobás is, 80-as átlagon tanyáznak, úgyhogy nagyon jól állnak a srácok. Egy 20-as Szilárdtól, meg egy tripla 20-as. 100 ponttal le is teszi magát 79-re, egyelőre a szitek még elég magason, ugye Kajtár Ádám a szitek részéről.
39 pont. Ugye a Sziteket Kajtár, Ádám és Kajtár György alkotja, a Sose halunk meget pedig Ajner Szilárd és Ölvedi István. Pont itt a mérkőzés előtt mondták a srácok, hogy János Somorjai már biztos, hogy lesz a győztesek között, hiszen a Szitek teljes mértékig János Somorjáról érkeztek, és a Sose halunk megben is ott van Ölvedi István, aki János Somorjai és Ajner Szilárd. 19-esre érkezik Ajner Szilárd, megvan a 3-as és a dupla 8-as lehet a befejezés. Nincs meg, 8 pontja maradt Szilárdnak, Kajtár Ádám pedig 260 pontra érkezik egy 20-assal. Még egy 20-assal 60 pont. Nincs meg a kiszálló továbbra se. Dupla 4-jel fejezheti be Ajner Szilárd, vagy éppen dupla 2-vel. Találat, és ezzel az első leget a Sose halunk megnyerte, és a második leget a Szitek fogják kezdeni. Pont. Nagyon erősen kezdenek a Szitekkel is nekik, hiszen az első leget a Sose halunk megnyerte. 121. Azért meglehetősen hosszúak ezek a mérkőzések, tehát ugye a szokásos leges rendszerben zajló mérkőzéseknél lényegesen hosszabbak, hiszen az előző mérkőzés közel 40 percig tartott, és az előző mérkőzés is fél órán keresztül, úgyhogy kellemesen elfáradtam itt a közvetítésbe, 121 közben Kajtár Ádám részéről. Most lényegesen jobban áll, mint Szilárd. Szilárdnak megvan a szektor biztos 20-as, 60 pont. Ádámnak egy 20-as. Még egy 20-as. És egy harmadik 20-as is, és ezzel már is 154-es magas kiszállóra tudott kerülni. Szilárdnak jön a 20-as. Kellene egy 100-as körülbelül a kiszállóra kerüléshez. Meg is van a 100-as, meg is van a magas kiszálló. 160 ponton, 154-en a Szitek. Ádámnak az első nyila elcsúszott, aztán egy 1-es. Levált a 19-esre, de sajnos az is a 3-as ballandolt. Ez nem volt túlzottan sikeres kör. Nézzük, hogy Ajner Szilárd megbünteti-e. Pont. 1106 ponton a Sose halunk meg. 17 pont, egy 20-as, meg egy tripla 7-es a végére. 96 pont a végére, és ezzel 10 pontja maradt a Sose halunk megnek. Nézzük, hogy a Szitek be tudja fejezni a 64-et. Kiderül, hogy nem. Akik tudnak szájról olvasni, azok ne tegyék. Dupla 5 a Sose halunk megnek. Az első az 5-ösben. A második az 1-esben, és akkor a dupla 2 lehet a befejezés. Nincsen találat, és visszakapja a lehetőséget a Szitek, hogy egyenlítsen. Egy dupla 8, még egy dupla 8 kellene. Az meg a 11-esben nem túl szerencsés, nem is tetszik Ádámnak. 28 pont. 4 pontjuk maradt. Nekik is nézzük, hogy kinek sikerül előbb megoldani a 4 pontot. Szilárdnak nincsen meg. Jöhetnek a Szitek. Találat, és ezzel egy a mérkőzésnek az állása legekben, és a harmadik leget a Szitek fogják kezdeni. Száz ponttal.
Nagyon jó kezdés, nagyon erős kezdés. Jönnek a szurkolások közben itt a chatbe, tripla 20-as Ádámtól, meg egy sima 20-as, 85 pont. Ajner Szilárd 401 pontra, az sajnos elcsúszott az ötösbe. A második meg az egyesbe. 26 pont, ez nem volt túlzottan jó. Ádámnak is a tripla egyben landolt az első nyila, most már a srácokon is kezd érződni a fáradtság, azért ez egy meglehetősen hosszú nap volt, ugye, hát úgy körülbelül 11 óra magasságában kezdtük el a versengést, és az egész napot végig versenyeztük, és most már így 3-4-8 magasságában mindenkinek a koncentrációján erősen érződik a hosszú nap, de azért a srácok kőkeményen tolják, azért ne felejtsük el, hogy amatőr versenyről van szó. 43. 43. Annak ellenére, hogy Ajner Szilárd már meglehetősen rutinos versenyzőnek számít ebben a mezőnyben. 60 pont a Szitektől, 209 ponton, 237 ponton pedig a sose halunk meg. 85 pont Szilárdtól, és ezzel már is 152 pontos magas kiszállóra került. Ádámtól is valamiféle ilyesmi feladatra lenne, 80. vagy ilyesmi megoldásra lenne szükség. 80 ponttal 129 magas kiszállóra teszi le magát. Óriási lett volna Szilárdtól, meg sem mertem szólalni, annyira koncentráltam arra, hogy a harmadik nyíl is oda menjen, ahova kell, de sajnos nem ott landolt, nem lett meg a 32-es, pedig szép lett volna az a 152-es kiszálló. 26 pont. És dupla 12-vel alakíthatja 1-0-ra szettek arányában a mérkőzés állását Ajner Szilárd, amit meg is tett, és ezzel a sosem halunk meg. És a következő mérkőzést majd a Szitek fogják kezdeni. Egyelőre még bemelegítő nyilakat fognak eldobni. Ölvedi István kezdi a bemelegítő nyilaknak a dobálását. Gősi Dávid is befutott, üdvözöllek itt a streamben. Szerencsésnek mondhatod magad, mert csupa János somorjai a streamben. Gyakorlatilag Ajner Szilárd valami érthetetlen oknál fogva véletlenül tévedt ide, de mindenki más a táblánál János somorjáról érkezett. Köszönjük, hogy segítettetek nekünk ezen a jótékonysági versenyen a jelenlétetekkel. Egy 20-as, meg még egy 20-as, meg egy 5-ös 45 ponttal kezdi Kajtár György a mérkőzést. Nézzük, hogy Ölvedi István mivel kezd. Egy 20-as. Aztán megvan a tripla 20-as, kicsit lóg az a második nyíl, úgyhogy inkább levált. Így 99 pontot szerzett. Kajtár Györgynek egy 3-as, meg még egy 3-as kísér belőle. Gyuri bácsi érzi, hogy ezek nem oda mentek, ahova kellett volna, hogy menjenek. És egy 7-es nem sikerült húzottan fényesre. Ott van a lehetőség Ölvedi István előtt, hogy meglógjon. 40 pont. Egy 19-es Gyuri bácsitól, aztán egy 7-es. Meg van a 83, meg volt a tripla 19-es, bár takarta a nyíl, de a bemondott értékből tudjuk, hogy belepottyant. Aztán két 20-as Ölvedi Istvántól, aztán egy 19-es len, a sose halunk meg egy kicsit előnyben. Ugye a Szitek kezdték ezt a szettet. 83 pont. Egy 20-as. Még egy 20-as.
aztán egy tripla hetes lenn. Ha már egyszer szomszéd szektor, akkor legalább legyen tripla, ha már egyszer tömeget fogyasztunk ki, és így 61 pontot szerzett Ölvedi István. Kajtár György egy tripla 3-asra, aztán egy tripla 19-essel. 69 pont a dobás. Egy 1-es Ölvedi Istvántól, aztán egy 7-es. Meg egy 19-es. Nézzük, hogy sikerül-e magát kiszállóra letennie Kajtár Györgynek és a sziteknek. Egy 7-es. Most kéne a bull. Nem jött. 33 pont. Egy 20-as. Meg egy 1-es. 22. Ott sincsen meg a kiszálló. Kajtár György. 175-re, egy 19-es, még egy 19-es, és egy 3-as, 41-es, a kiszálló legalább megvan, igaz, hogy magas, 134, nézzük, hogy Ölvedi Istvánnak meg lesz-e, úgy néz ki, hogy meg, 47-es, 146-os magas kiszállóra kerülő, Kajtár György pedig 134-en, egy 19-es, még egy 19-es, és egy harmadik 19-es 57 ponttal kerül 77-re, 146 ponton Ölvedi István. 40 pont. Egy 19-es a szitektől. Az a csima 18-as szeretett volna lenni, de dupla lett belőle. Nincsen meg a kiszálló. 66 pont. 11 pont maradt. Ölvedi Istvánnak bravul kellene, hogy azt a 106-ot megoldja. Igen. 40 pont. 66-ra. Gyuri bácsinak először a kerekítő kellene, és akkor utána pedig szépen kipattanni. Nem sikerült a kiszálló, tehát a feladatnak az első felével problémák akadtak, úgyhogy kiszállóra rádobás még nem is következhetett. Aztán egy 8-as Ölvedi Istvántól. Megvan a 18, és akkor jöhet a dupla 20 a befejezéshez, ami az pedig az 1-esben. Visszakapja a lehetőséget a szitek csapata, hogy ő fejezze be először a leget ebben a szedben. Egy 17-es, ami sok. Igen, tudom. Bocsánat, 27 volt az előző. Igen. Csak nem akartam a dobást. 39-re. Az egy dupla 7-es lett, pedig simát szeretett volna. Aztán megvan a 9-es és a dupla 8. Nincsen találat. 23 ponttal 16 ponton maradt. Újabb lehetőség a szitek előtt a befejezésre. Nincs találat. A kerekítő. Az a fránya kerekítő. Ölvedi István kortyol egyet. És akkor oda fog állni arra a dupla 8-ra. Az első a 8-asba, dupla 4. Nincs találat, és a harmadik nyíl. Az pedig a 4-esben. Óriási kiszálló csata, fáradtság csata. Nincs találat. Gyuri bácsi, nem jön a kerekítő. Az a fránya 3-as, és dupla 2 Ölvedi Istvánnak. Vagy dupla 1. Nincs találat?
Megvan, ez az, és akkor a dupla négy. Az első még mellette, a második is mellette, pedig Ádám a háttérbe olyan szinten szugerálta, hogy nem is értem, hogy lehetett kihagyni. Dupla kettő, elsőre nincsen meg, másodikra sincsen meg. A harmadikra is a szomszédos szektorban landolt a nyíl, és visszakapja a lehetőséget Kajtár György. És a dupla kettő, nincs meg első nyíra, és másodszorra sincsen meg, négy a négy ellen, őrületes kiszálló csata. Az első még alatta, a második a kettesben túlzottan kiemelte. Nincs van. Hát ez nem igaz, hogy komolyan mondom. Találat! Ez az. Hú, kemény volt, srácok. És ezzel a Szitek 1-0-ra nyerte az első leget. Újra elkezdhetik a srácok a tömegnek a fogyasztását. Egy kicsit megakasztotta a dolgoknak a mozgását a kiszálló csata. Nézzük, hogy a nagy teremben zajlik-e a bronzmérkőzés. Igen, Szeki, Laci és Gőgös Sándor áll a táblánál, úgyhogy ez is valószínűleg már a második egyéni mérkőzés, ugye, mert a félszerzeteknél Veszprémi Attila az első számú játékos. Dupla 20-szal, aztán egy tripla 20-as. Egész érdekes kezdés, 120 Ölvedi Istvántól. Felcsúszott, lecsúszott, tökéletes volt az, nem hiszem, hogy volt ezzel bármiféle probléma is. Egy 7-es, aztán egy 19-es, meg még egy 19-es Kajtár Györgytől. Az elcsúszott a szomszédba, tripla 1-es lett belőle Ölvedi Istvántól. 43 pont. Egy 19-es, még egy 19-es. 41, a harmadik sajnos a szomszédos 3-as szektorban landolt. Ölvedi Istvántól egy 1-es. Aztán a második nyíl kipattant. Érdekes volt. 6 pont. István is fárad. Ennek ellenére még vezet pontokban, ugyanis legekben a Szitek vezetnek. 28 pont. Megvan a tripla 20-as Ölvedi Istvánnak, visszatalálta megfelelő helyre, aztán megpróbálkozott újra a duplával, de nem sikerült. És egy tripla 1-es a végére, 63 pont, így nincsen meg a kiszálló, 229 ponton van, a sose halunk meg. Egy 7-es, egy 3-as, még egy 3-as, 13 pont, ez most nem sikerült túlzottan fényesen Kajtár Györgynek. Ölvedi Istvánnak megvan a 20-as, a második is a 20-asban, és a harmadik is a 20-asban, azt nem oda kellett volna. Így nincsen kiszálló, 169 ponton maradtak. 100-as kellene legalább Kajtár Györgytől, hogy meglegyen a kiszálló, de nincsen meg. Egy 5-ös, még egy 5-ös, és egy 19-es len, 29 ponttal, most már 140-es magas kiszállón, de sose halunk meg. A Sziteknek is oda kell figyelnie, 19-esen fog Kajtár Gyuri bácsi továbbra is kezdeni. Rögtön kettőt hint belőle, aztán még egy tripla 3-ast a végére. 123-mal érkezik meg 99-re, Ölvedi Istvánnak fel van adva a lecke. Egy 20-as, egy 5-ös,
meg egy tripla 19-es len. 82 ponttal érkezik meg 58-ra, és Gajtár György a Szitektől 99-re érkezik egy 19-essel, egy 20-assal, meg még egy 20-assal 59 pont, a Sose Halunk pedig meg pedig 58-ra érkezett volna, de sajnos az egy 1-es lett, kell a 17-es, megvan, és akkor jöhet a dupla 20 az egyenlítéshez. Az pedig a szomszéd dupla 1-ben 38 pontjuk maradt. Dupla 20 Kajtár Györgynek és a Sziteknek az 1-1-es átlagnak szett aránynak a beállításához meg is csinálta, mire ki mondtam a mondatot, és ezzel a szettek arányában egy 1 az állás, és akkor majd rövidesen a párossal fogjuk eldönteni a végső győztesnek a személyét. Nos, akkor eljutottunk a döntő páros küzdelemig itt a döntőben. Ugye az elsőt a Sose Halunk meg nyerte, a másodikat a Szitek. 45. És ez pedig Ajnál Szirád a Sose Halunk meg részéről egy 45-össel kezdte, és Kajtár Ádám folytatja egy 20-assal és egy 12-essel. 52 pont, Ölvedi István következik a Sose Halunk meg részéről, egy 18-as, egy 20-as, meg még egy 20-as. 39. Kajtár György következik, ő a 19-est bombázza, meg is van a tripla 19-es len, 95 pontot szerzett. Szia Veronika, üdvözöllek itt a streamben, eljutottunk a nap végére, nem terveztük, hogy ilyen hosszúra nyúlik a nap, de eddig maradtunk, ez már biztos. Ajner Szilárd egy 60-assal kezdett.
52 pont közben Kajtár Ádámtól Ölvedi István 1-1-essel, meg egy 12-essel, és egy 20-assal 33 pont. Kajtár György továbbra is a 19-esen, 79-el folytatja továbbra is, meg volt a tripla 19-es. Egy 1-es Szilárdtól, aztán egy 20-as, meg egy tripla 20-as, 81 pont. Ádámnak az első nyira sajnos átcsúszott az 5-ösbe, a második meg a 12-esbe. És meg van a tripla 20-as lazán a végére, így megvan a kiszálló is a sziteknek a részéről, 146-os magas. Pont Ölvedi Istvántól, ezzel 196 pontra érkezett, nincs meg a kiszálló. Nézzük, hogy a szitek mennyire jutnak le, vagy esetleg be is fejezik-e. Nem fogják, ez most már biztos, nem volt tripla az elején. 59 pont, 87 pontjuk maradt a sziteknek, és 196-on a sose halunk meg. 83 pont. Egy 17-es a szitektől. Hát lehetséges, hogy a 20-as bullos utat kellett volna inkább választani, ehelyett a rizikós tripla 18 helyett. Nem lesz befejezés a sose halunk meg részéről se, úgyhogy biztos, hogy a szitek még oda fognak tudni állni arra a 49-esre, kipattant a toll Ölvedi Istvánnak a nyilából, és Kajtár György áll oda a 49-re, egy 17-es megvan belőle, és a dupla 16 elsőre nincsen meg, másodikra sincsen meg, 16 pontra, nem biztos, hogy oda fognak tudni állni. Szilárd ennél magasabb értékeket is oldott már meg, nézzük, hogy a 63-at megoldja, egy 6-os, ez nem volt túlzottan sikeres. 17-es próbált az lenni, de 3-as lett belőle, úgyhogy a kerekítő is marad. 23 ponttal kerül 40-re, és dupla 8 a sziteknek. Ó, belül dupla 4, nincs találat. És harmadszorra sincsen, 4 pontjuk maradt. Nézzük, hogy Ölvedi István megoldja a dupla 20-at. Az első sajnos az 1-esben landolt, úgyhogy kerekítőre van szükség, meg van a 19-es, és akkor a dupla 10 lehet a megoldás. Nincsen találat, Kajtár György dupla 2-re fog következni. Találat, és ezzel 1-0 legekben. És nem elég, hogy 1-0 a sziteknek, még a szitek is fogják kezdeni a következő leget, mégpedig Kajtár Ádám egy 20-assal. Még egy 20-assal. És egy harmadik 20-assal is 60 ponttal került 441 pontra. Egy 20-as. Egy tripla 5-ös. És még egy tripla 5-ös, 50 pont Ajner Szilárdtól, és 451 pont a sose halunk meg csapat neve mellett. Úgy látom, hogy befejeződött a bronzmérkőzés, megérkeztek a résztvevők a háttérben. Szeki Lacinak a válmozgásából arra engedek következtetni, hogy a félszerzetek szerezték meg a bronzérmet, de lehet, hogy rosszul olvasom, majd kiderül a mérkőzés után. Hatvan pont közbe a szitek részéről, egy 1-es, egy 20-as, meg még egy 1-es, 22-es Szilárd részéről,
kezd elmenni a hajó a sose halunk megnek, oda kell figyelni, Gyuri bácsinak is oda kell figyelni, továbbra is a tripla 19-essel próbálkozik, nagyon odafigyel, de attól még ez nem lett egy jó érték, 319 pontja maradt, Ölvedi István iromódhat utánuk egy nagyobb dobással, 60 pont. Egy 20-as, még egy 20-as, és kellene az a tripla. 60. Nincsen, 60 pont, 259 pontra kerültek. Nézzük, hogy Szilárdnak mit sikerül összehozni ebben a körben. Két 20-as már megvan a magas értékből. 41. Sajnos a harmadik átcsúszott az egyesbe, 41 pont, így előnyben a szitek. Pontban is, és legben is. Ugye ebben a szedben már mindenképpen győztes fogunk hirdetni, ebbe a legben még nem biztos, mert ugye, hogyha sose halunk meg, nyeri meg ezt a leget, akkor folytatódik tovább a döntő legben a mérkőzés. 30 pont. Ádám egy 20-assal, aztán egy tripla 5-ös, meg még egy 20-as 55, ez nem az igazi, 159 pontjuk maradt a sziteknek, azt ugye három nyílból nem lehet befejezni, legalábbis ebben a fajta kiszálló játékban nem. Egy 19-es, megvan a tripla 19-es, 79 pont. És ezzel 80 ponton a szitek, óriási lépést tettek a győzelem irányába. Ádámnak biztos, hogy lehetősége lesz odaállni arra a 80-ra, hiszen a 230-at Ölvedi István biztos, hogy nem fogja tudni befejezni. Igen. Találat! És ezzel a mérkőzést a szitek nyerték. Nem mertem megszólalni se. És ezzel a mérkőzést a szitek nyerték, és a sosem halunk megnek be kell érnie az ezüstérelemmel. És a bronzmérkőzésre ugye arra következtettem, hogy a félszerzetek szerezték meg a bronzérmet, de ez majd rövidesen ki fog derülni számomra, hogyha lemegyek. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és további kellemes hétvégét kívánok. Mi most már búcsúzunk, egy gyors eredményhirdetés, aztán mindenki megy a maga útjára. Köszönöm szépen a figyelmet, viszlát, sziasztok!